Ez a mű a 20. századi hétköznapi ember életét mutatja be. A film elején a kismák Józsit az ördögűző kiűzi az anyjából. Ezután megjelenik a szomszédasszony, a sógornő és újdonsült keresztanya Anna Melosová, és arcon köpi a mákévát. Gondolom azért, mert a nő férje már rég meghalt, de csodával határos módon mégis lett tőle egy gyereke. Józsefke idővel felcserepedik, tehén pásztorkodik, szabad idejében pedig rosszul furujázik. És drónt reptet haverjával, Imro Harvannal. Vagy csak képzeli őt? Nem tudom. Közben nagyon jó barátok lesznek a keresztanyja lányával, Marusával. És megpróbál bevágódni nála azzal, hogy elviszi karácsonyfát lopni. A faluban kitör a szombatesti láz, és felég a mákok háza is. József talál a romok között egy fejszét, amit tisztelettudóan odaad a szexi népi vámpír bátyjának, Janónak. De annak az nem kell. Egyébként a viszonyuk olyan szeretlek-utálok alapon működik. József szeret, Janó utál. Végül mind átköltöznek a melós sógorékhoz. Marusa patakparti pipit ért, de az apja visszatért. József úgy dönt, hogy belevág valami újba, és beszáll favágónak. Fákat vág a favágó, a favágónak jó. A fejszenyér már vastag, de megmarkolható. Vágja a fát a fejszével, de csak nappal, soha nem éjjel. A tölgyfa dől, a forgács hull, de alig várom már, hogy a melltartómat felvegyem, mert vár a buzépár. A fakitermelő közösségben van egy rejtélyes, sebhelyes fickó, akiről azt beszélik, hogy maga az ördög támadta meg, de inkább mégis visszaküldte. Dumgáj! Mindenki tart tőle, de igazából kiderül, hogy rendes pasi. 100% természetes összetevőkből. Finom! Elárulja, hogy valójában a kőfejtőben egy kő robbant az arcába. Oh! Shoot! Oh! Oh! József hazatérve megtudja, hogy a keresztanyja örök álomra szenderült. Mivel József már látott fát életében, ezért ő készítette a koporsót. Viszont a közönségnek nem tetszettek a kreatív változtatásai. József visszatér a hegyekbe, de egy faleset során kificamította a bokáját, amit végül a doktor Dumgáj kezelt. Át, mezőkön át és egyre tovább, csak te meg én, úgy érezném, miénk a föld. Stávaj! Amíg felépült, addig ő főzte a brindzuski haluskit. Azután meglátogatja megint az Imro barátja, akit kényelmesen megint csak ő lát.
Ezután az erdőben alszik, Marusa megsajnálja és hoz neki egy új inget. De kinek inge, ne vegye magára. Mikor visszatér, kiderül, hogy megint volt egy faleset, és hogy a dumgáj már örök álomra szenderült. Ekkor kiderül az is, hogy ő volt az igazi apja, és az igazi neve Gregor Bialos volt. Józsefnek kellett eltemetnie, mintha nem tudnák, hogy mi történt legutóbb is. Az öreg melós közben a lakbér természetben kérte kifizetni József anyjától. József ezután úgy dönt, hogy a bátyjával és hegyvidéki barátaival saját házat épít. Ezután kap egy nagyon izgalmas bolondos üzenetet. Szióka, mész a háborúba! Marusa ezután úgy kezdi nyakalni a piát, mintha nem lenne nyaka. A katonai kiképzés Bécsben zajlott, méghozzá magyar nyelven. Katona! József pattársa képes volt beszólni a tisztnek, hogy barátom, beszéljél már szlovákul. Anyád a barátom, te fogd a pofádat, te! József a háború során Freddie Mercury-vá válik, miközben jön egy újabb bolond üzenet, hogy az anyja már örök álomra szenderült. Miután áthelyezték őket Bosznia-Hercegovinába, már a német tisztnek szóltak be. Našu balašku netreba rozoberať ani skladať, ale kotrbu roztrepe jedna radosť, aj tú tvoju. Miután letöltötte a börtönbüntetést, hazatér a gyönyörű Horehronie vidékre Hudákovóba, vagy magyarul Helpa falujába. Otthon a képzelt barátjától megtudja, hogy új magyar iskola épül a faluban, aminek amúgy sokan nem örülnek. Ja, meg hogy nagy szerelme Marusa hozzáment Janóhoz, a bátyjához. És pottyantott egy kis Janot, aki Hana, és mind az ő házában élnek. Időközben a háza befekededett, és Marusa is elhanyagolta a skincare rutinját. Az új rutinja a pálinka volt. A mindennapi stressz sajnos a bőrünk egészségére is negatív hatással van, ezért használom ezt a 100% gyümölcsből készült alapozó terméket. Az én kedvencem ez a Sanyi bácsi márkájú szilvás kiadás. Janó ezután elárulta, hogy az anyjuk terhes lett, mielőtt örök álomra szenderült. A házat végül igazságosan ketté osztották a testvérek. József építette a házat, amibe Janó kb. Két deszkát rakott bele, mikor a másik nem volt itt, így egyértelműen fele-fele arányban volt hozzá joguk. Az is kiderül, hogy Marusa szúrós tökben szeret feküdni, és József is szokott néha mosdani. Ezt meglátja Julka Petriszková, az egyik ismerősük, és ezután egy nyílás sem maradt szárazon. Júli testvérei ezután mennek reklamálni, hogy József elveszi tőlük az ingyen szolgálukat. De ő akkor is feleségül veszi őt, egy gyönyörű, esős napon. Na akkor ezt az Imro habert más is látja. De lehet, hogy csak azt hiszi, hogy mások is látják, és most mindenki csak kusban ül, mert József nem hívott már zenekart az esküvőre. Ezután megint szolgálnia kell Komáromban. 8 hónap börtön után hazatér,
felesége már az új gyerekükkel várja. Janó közben megbetegedett, így meghívták a barátságos és közkedvelt adus természet gyógyászt, aki belehelyezte a golyóit Janó szájába. Addig József és Marusa egymásnak esnek. Erre valahogy Julka is rájön. Csakám, gyecko. Annyi adjaná. József ezután meglátogatja Marusa apját. Esténként felveszem a sárga pizsomámat, ezzel ledobom magamról a rám rakott igákat. A felelősséget csak berakom a polcra, s befizetek a múzsámnál egy szenvedélyes csókra. Aki amúgy korábban mereget az anyját, de akkoriban az ilyesmi nem törte meg a barátságokat. Itt megtudjuk, hogy Janó kiment az adussal dolgozni Amerikába. Marusa ezután belefulladt a mosásba, és örök álomra szenderült. A gondos áztatás félmosás. Használjon flóra előáztatót. Ne bólingassá, elfogyott a kibaszott mosószer. Hova öntöd már? Ennyi kell, én így szoktam a szokruhához. Jó kis szömblétör. Alul megfolyik ki, bazmat. Igen, mit csinálsz? Én így szoktam. Mit csinálsz? Én így szoktam. Azután egy nap megjelenik a kocsmáros Banóci, de nem azért, mert házhoz hozta a piát, hanem mert Janó eladta neki a ház felét. József pedig, ha akarta az egész házat, kénytelen volt ledolgozni az árát kocsisként. Hogy hol? A felvidékó. Egyik alkalommal összefut a bátyjával, aki adussal árul kácsió órákat és gyógyszereket, amik egyszerre jók magas vérnyomásra és felmosásra is egyaránt. Egy kés mely ismer lehetetlent. Büszkén mutatjuk be az elképesztő Xaroturo minőségi késkészletet. Ismerjék meg a nagyszerű Xaroturo speciális kést, a hentes szaraprítót, a szipus kést, a gyömítés kis rőzkést, az univerzális lót és az ultraélesztéket. Izgatóval és fantasztikus fetékkel már várom önöket a bióban. Kérem, szaranak velem! Janó küld egy azott virágot a feleségére és egy bizsú karködőt a lányára, majd megy tovább terjeszteni a misinformációkat. Az egyik nap Banóci hazaküldi a Józsefet, mert megszületett a második emberpalántájuk. Julka a halálos ágyán végre megértette, hogy habár egész eddigi házasságuk alatt József nem mutatott egyetlen érzelmet sem, mélyen legbelül valahol 15 réteg föld, fa és beton alatt mégis szereti őt. Ez a mű a 20. századi hétköznapi ember életét mutatja be. Ja, és József is megtanult végre koporsót készíteni, miután visszaadta az égnek a faseggét.